így hagyjuk. Tökéletes. Szeretettel köszöntök mindenkit! Tadár Józsi bemutatott, Póka László, Nem adom a házamat mozgalom. Nem adjuk! Köszönöm, így jobb lesz. Nem szeretem a kötöttségeket, hogy csak itt álljak egy mikrofon előtt. Szeretek sétálni. Ha véletlen az utca végén is megjelennék, azért szóljatok rám. Először is hatalmas megtiszteltetés, hogy ma itt szólhatok. Azért hatalmas megtiszteltetés, mert ahogy így körülnéztem és hallgattam az előttem szólókat, azt látom, hogy Magyarország teljes társadalma képviseltetve van ma itt. Igen. Borsózik a hátam, hogy egész Magyarország előtt beszélhetek. Hiszen itt vannak a családanyák, a családapák, a fiatalok, az idősek, a munkanélküliek, itt vannak a vállalkozók, akinek még van munkája, akinek van hitele és akinek nincs hitele. Itt ma Magyarország legbátrabb emberei vannak. Ugyanis kiállni valamiért az hatalmas bátorság. Ugyanis amikor kiállsz valamiért, akkor elkezdenek támadni. Akkor elkezdenek hülyének nézni. Akkor elkezdenek nem beszélni veled a régi barátaid. Ehhez bátorság kell ezt felvállalni. Ez hatalmas dolog, ehhez nagyobb bátorság kell, mint kiugrani az emeletről, ha jön a végrehajtó. Ugyanis ezzel együtt kell élned. Te ma itt voltál, benne leszel a tévében, és az ismerőseid először majd nem fognak hozzád szólni. De a hátad mögött susmorogni fognak. A Gabi, vagy a Vali, vagy a Jóska, hallottad? Láttad? Ott volt a fasisztákkal, ott volt a hahásokkal, ott volt az Ernővel. Ezt fogják róla mondani. Rólad is. De te vállaltad, te eljöttél ide, és ezért óriási megtiszteltetés, hogy itt veletek lehetek, és előttetek beszélhetek. Azt tudnotok kell, hogy ebben a pillanatban van egy másik élőlánc is, Zalaegerszegen. Zalaegerszegen sokkal kevesebb ember felvállalta azt, hogy kiáll egy főtérre, vállalták azt, hogy bejelentik a rendőrségen, és ott állnak most szolidaritásból. Ugyanezt követelik, mint mi, velünk együtt vannak. Példát mutatnak az országnak abban, hogy nem kell hozzá több tízezer fő. Pár ember kinehet és elmondhatja a véleményét. Gondoljátok el nekik, mennyivel nagyobb bátorság kellett oda most kiállni. Ott állnak mások előtt, fogják egymás kezét, és követelik azt, hogy állítsuk meg az elszegényedést. Fordítsuk vissza, és Magyarországon újból jólét legyen. Ugyanúgy Zalaegerszegen, mint Debrecenben, mint Békéscsabán, Szolnokon, Pécsen és bármelyik településen. Élő lánc az elszegényedés ellen. Ezen a rendezvényen szólhatok most hozzátok. És most biztos van olyan, aki azt várja, hogy ez itt a menettünk lévő bank délutánra lángokba álljon. Hát nem, nincsen egyetlen gyújtógomba sem az autóban. Tehát aki ezt várta, az ma csalódni fog. És üzenem annak, aki rettegett attól, hogyha a Póka Laci itt felszólal, akkor ilyen fog történni, hogy nem fog ma megtörténni. Tőlem biztos nem. De így van, hallom már az Ernőt, hogy holnapra már semmi garancia nincs. Mert ma egy békés rendezvényre hívhatok. Elég volt! Egy békés rendezvényre hívtatok, és akkor egy békés rendezvényen fogok részt venni, úgy, ahogy megkértek rám. És képzeljétek el, mi történt velem. A rendezvény előtt gondolkodtam. Hát erre varjanak gombot azok, akik bírálnak, akik azt hiszik, hogy csak bankot gyújtogatni tudunk. Képzeljétek el, képes voltam magán ezen a rendezvényen gondolkodni. Üzenem a médiának, aki elindított ellenem egy hadjáratot, különösen Buzna Viktornak, a Magyar Nemzettől, hogy most kezdjen el izgulni.
Mert abban szerintem semmi szenzáció nincs, hogy egy ingatlan közvetítő ingatlanokat közvetít. De ha egy bankokat gyújtogató, kiplakátoló ember gondolkodik, akkor van izgulni valója. Akkor ez már szenzáció, én azt gondolom, hogy ezt minimum írja meg. Mind is gondolkodtam én. Azon gondolkodtam, hogy mi az oka az elszegényedésnek, és mi az oka a szegénységben tartásnak. Azon is gondolkodtam, hogy ki ennek az oka. Meg tudjuk-e nevezni? Aztán gondolkodtam olyanokon is, hogy hogyan tudjuk megszüntetni. Mert nem elég nekünk az okokat feltárni, a megoldást is meg kell találnunk. És aztán gondolkodtam azon is, hogy vajon ki tudja ezt megszüntetni? Ki lesz erre képes? A nép. Például igen. Aztán megfordult a fejemben az, hogy mindez, ki az oka? Mi az oka? Ki tudja megszüntetni és hogyan? Leszűkíthető-e valami szűk körre? Meg tudjuk-e nevezni ezt a szűk kört? És aztán rájöttem, hogy igen, meg tudjuk nevezni ezt a szűk kört, hogy ki okozta ezt, és ki tudja meggátolni, és ki tudja visszafordítani. Voltak ötleteim, hogy vajon ezt az elszegényedést a bankok okozták-e? Aztán gondolkodtam olyanon, hogy vajon a pénzhatalom okozta-e? Vajon a politika okozta-e? Esetleg a rendőrség okozta-e? Vagy a mocskos szájú újságírók a szenzációhájhászása okozta-e az elszegényedést? És arra jöttem rá, meg fogtok lepődni, hogy nem. Nem ezek az okai. Az okok, azok sokkal egyszerűbben behatárolhatók. Egy nagyon szűk kör, és ez mi magunk vagyunk. Ezt az elszegényedést, és azt, hogy minket szegénységben tartanak, ennek az okai mi magunk vagyunk. Én vagyok az oka, te vagy az oka, te vagy az oka, és te vagy az oka. Azért, mert mi ezt hagyjuk. Azért mi vagyunk az okai. A mi tetteink és a nem tetteink okozzák ezt. A mi tudásunk és a nem tudásunk okozza ezt. Ez okozza azt, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk. Ne másokba keressük ezt magunkban, és azonnal megtaláljuk azt is, hogy ki fogja ezt megszüntetni. Hát ki fogja megszüntetni? Mi vagyunk, így van, mi fogjuk megszüntetni? Mi fogjuk megszüntetni a tetteinkkel és a nem tetteinkkel? Mert teszünk bizony olyanokat, amivel bent tartjuk magunkat ebben a szegénységben, és ha ezt elhagyjuk, akkor ebből ki tudunk lábalni. És ha olyanokat teszünk, amivel kilábalunk, akkor szintén elindulunk egy felemelkedési úton. És még egy dolog, ami nagyon fontos, amivel ebből ki tudunk lábalni. A saját tudásunk, a saját ismereteink. Az, hogy tudjuk-e, hogy hogy fogunk innen kijutni, tudjuk-e, hogy kivel, és akinek most fogod a kezét, tudod-e, hogy ki ő? Hajlandó vagy-e vele végig menni ezen az úton? Vagy bedőlsz annak a mocsoknak, ami folyik a médiából, mert ő fasiszta, mert ő baloldali, mert ő jobboldali, mert ő buzi. Hát nem tök mindegy! Nem tök mindegy, hogyha kimegyünk együtt ebből az útból! Néhány évvel ezelőtt, jó néhányan, nagy részetek, akik itt vagytok, és örülök, hogy itt vagytok, még meg sem született, sőt, a szüleitek is gyerekek voltak velem együtt. A 8. ballogásomnál Jakus Ilona, osztályfőnököm, adott egy kártyát. Mindenkinek adott egyet, és mindenkinek volt rajta egy idézet. Az enyémen egy Francis Bacon idézet volt, az emberi tudás és hatalom egy és ugyanaz. Az emberi tudás és hatalom egy és ugyanaz. Írta ezt nekem, és akkor nem értettem. 14 évesen nem értettem, hogy miért adta nekem ezt az üzenetet. És ez végig kísérte az egész életemet, sokszor visszatért, ott csengett a fülemben. Emberi tudás és hatalom egy és ugyanaz. Azt hittem, hogy azt gondolja rólam, hogy egy hatalomra törő ember vagyok. Nem tudom. Aztán utána jártam, hogy ki is volt ez a Francis Bacon, és miért írta ezt, miért fűzik a nevéhez ezt a mondatot. Francis Bacon 1500-1600-as fordulón élt, természettudományokkal foglalkozott, és arra jött rá, hogy ha megismerjük a természetet,
akkor hatalmunk lehet fölötte. Akkor már nem, a tudomány nem csak a teológia szolgálatába áll, és nem a már előre legyártott dolgokat fogja megmagyarázni, hanem a természetet mellén tudjuk állítani. Ezért harcolt, hogy a tudással, a hatalomért, a saját sorsunk fölötti hatalomért álljunk ki. Azért legyen tudásunk, hogy tudjuk irányítani az életünket. Akkor, amikor a tudást kiengedjük a kezünkből, akár csak annak tudását, hogy kifogja a kezedet, és ezt meghagyjuk az ellenfeleinknek és a médiának, hogy ő majd megmondja neked, hogy ki az az ember. Az az ember tényleg baloldali-e, vagy tényleg jobboldali-e, vagy számít-e, hogy milyen oldali? Akkor te a hatalmat átadtad neki. Azt mondtad, hogy innentől kezdve te rendelkezel velem. Ahogy itt előttem is mondták, te mondod meg, hogy mit tegyek, mikor és kivel, hogyan érezhetek, hogyan gondolkodhatok. Ha a tudást átadjuk, az információt átadjuk, akkor már nincs hatalmunk a saját sorsunk fölött. Ha mindezt tudjuk és ismerjük, akkor mi irányítjuk a sorsunkat. Akkor te eldöntheted, hogy kinek a kezét fogod. Akkor eldöntheted, hogy az az út, amin a másik megy, az jó-e. Ha tudod, ha veszed magadnak a fáradtságot, akkor ezt meg tudod tenni. Könnyű az olyan embereket riogatni bármivel, akiktől elvettük a tudást ármánnyal. Vagy elvettük a tudás utáni vágyat. Mert a legtöbb embernek maga a vágya is hiányzik, hogy utána járjon. Fröcskölődik, mocskolódik, de nem jár utána. Azt mondja, amit hallott mástól. Mert ezt a vágyat is kiölték. Hát ne hagyjuk ezt, fogjuk meg egymás kezét, és mondjuk el a másiknak, hogy hogy van ez. Ezek az emberek is azért teszik ezt, mert ezek az emberek, akiknek nincs tudása, ezek vezethetők. És ezek az emberek, barátaim, vezethetők a halálba is. Ha nincs tudása, akkor elmegy veled, akár a halálba is, ha te egy gonosz ember vagy, és azt mondod neki, hogy neki az a jó. Ezek az emberek, akiket mostanában halálba kergettek ezzel, azzal, azokat ezért tudták megtenni. Nem tudták, hogy van más út. Nem mondták el nekik. De itt most Magyarország legbátrabb, körülbelül 200 embere van, akik viszont hajlandók ezt felvállalni. Hajlandók elmondani másoknak, hogy van másik út, lehet másfelé is menni. Ez a mostani hatalom, aki megpróbál minket irányítani, ez egy gyáva hatalom. Nincs bátorságuk ahhoz, hogy olyan embereket irányítsanak, akiknek van tudása. Ő maguknak sincs képessége arra, hogy olyan embereket irányítson, akinek van tudása. Mert akinek van tudása, azt nagyon nehéz irányítani. Azoknak az embereknek van véleménye, képzeljétek el. Azok az emberek ezt elmondják. Azok az emberek indulnak valamilyen úton. Azokat az embereket nem lehet könnyen irányítani. Ahhoz megfelelő vezetők kellenek. Olyan emberek, akik maguk is hajlandók ezért tenni. Nem csak belepöfeszkedni egy bársony székbe. Mert ezek az emberek, akik most irányítják, ezek képtelenek rá. Ezek az emberek olyanok, mint a Misi Mókus kalandjaiba a négy kövér mókus. Aki már nem tudott fölmászni a fára, és a sakálok elvitték őket. Hát ezt használjuk ki, ez nekünk menni fog. A mostani vezetőink azt próbálják, hogy a világ a számotokra olyan legyen, amit ők mondanak. Hidd el, hogy az Iza ura a kuntakintével prüskölt. Hidd el, hogy az Amedin család vitte el a rabszolgákat Amerikába. És az emberek milliói ülnek a tévé előtt és nézik ezt végig. Amikor a mostani hatalom azért tesz, hogy többet tudjál az amerikai olajmezők titkairól, illetve az amerikai olajoligarkáknak a magánéletéről, mint a közvetlen településednek a dolgairól, az égető dolgokról. Többet tudtok a Ewingokról, vagy a legtöbb ember többet tud, mint arról, hogy mi folyik a településébe. Mert ezt teszik velünk, butítanak, hogy te ne tudjál róla, ne legyen időd elmenni. Az idő alatt hány szomszédoddal tudsz beszélgetni, hogy mi bántja őt? Az idő alatt, amíg megtudod... Megvárják, amíg beszélek. Idő van, 12.30-kor fogjuk átadni. Nekem
akkor ne mondja meg egy miniszter vagy a kiküldött küldönc, hogy mikor hagyja abba. Úgy látom, egyetértetek vele, így fogjuk csinálni. Az én órám szerint 30-kor fogjuk átadni a petíciót. Így van. Ami nagyon fontos, hogy a legtöbb család nem beszélget a gyerekével, de tudja azt, hogy a Ewingok kivel hártak előző este. És egy olyan társadalmat könnyű vezetni, akinek a Berényi család az etalon. Ahelyett, hogy a te családod lenne az etalon, a saját családod. És mindez azért van, mert nem megyünk a tudás után. Nem akarjuk megismerni, hogy a gyerekünk kivel barátkozott aznap. Mert ezt elvették tőlünk. Nem akarják, hogy megtudd, hogy a szüleidnek mi a gondja. A nagymamát ki tudja elfizetni a gázszámlát. Nem akarják megtudni, hogy az, akit a társadalom szélére taszítottak, az hogy került oda. Csak azt láttatják a néppel, hogy az oda került, az csaló, az lop, az a társadalom szélén van, az nem úgy öltözik, mint te, annak nincs autója. Ezért már nem is kell nekünk. Ezt akarják velünk elhitetni, hogy ő nem kell nekünk. De ez az ember, ez egy értékes ember. Most is értékes ember, csak kitaszították a társadalom szélére. Francis Bacon öröksége számomra az, hogy hatalmunk van saját sorsunk fölött, ha van tudásunk. Ha van tudásunk, akkor előre tudunk jutni. Ha fellépünk a butítás ellen tanítással, ha megértéssel és nem ellenségeskedéssel fordulunk egymáshoz, ha az uszításnak ellenállunk úgy, ahogy most megfogtuk a kezünket, ha nem válogatsz, ha bárkinek a kezét megfogod, ha nem azt fogod nézni, hogy mit fognak szólni, ha te ma itt megjelensz, és mondjuk egy régi címmel magyar címeres, szocialista magyar címeres ember kezét fogod, vagy épp a Balogh Pistájét, akire sokan fasisztának mondanak, akkor a hatalom, a mostani hatalom térre fog rogyni, és ha ők térre rognak, akkor pedig mi fel tudunk emelkedni. Ha példamutatással járunk elől, ti a legbátrabb emberek ebben az országban, példával jártok elő, tanulunk, tanítunk, és kezet fogunk. Tudást adunk azoknak, akiktől elvették. Kezet nyújtunk azoknak, akiket az ellenségünk építettek. És felébresztünk a reményt azokban, akiknek már nincs remény. És amikor valaki ellened fordul, akkor adj neki tényeket. Ne ellenségesen forduljunk hozzá. Mondjuk meg nekik, hogy mik vannak. Szálljunk rá időt. Ne vágjunk vissza fröcsögve. Hanem segítsünk abban, hogy megértsen minket. És ha ő nem így tesz, mégsem ért meg minket, akkor hagyjunk neki időt. Menjünk elő, mutassunk példát, hogy mi akkor is megyünk, és egy új emberhez fogunk menni. Hagyjuk azt, hogy legyen más véleménye, és próbáljuk megérteni, hogy mi az ő véleménye. Nagyon fontos, hogy ehhez legyen bölcsességünk, legyen kitartásunk, és leginkább legyen bátorságunk. Hajrá, köszönöm szépen!